Dr. Bubnóról. Klasszikusok akadálymentesítve. Nem tudja magáról azt, amit tudnia kéne. Sok minden. Egyébként nagyon képen vagy. Például tudom azt, hogy profi kártyás vagyok. És nagyon jól tudom kultizni, és nagyon jól tudom pokerizni. Egy-két dolgot még tudok, de az lehet, hogy nem publikus. De az jó, éneklésben meg lehet zavarni. Lehet, te tudsz ultizni? Ultizni nem, de pokerezni igen. Nem, és az már nem is olyan rossz. Én ezt nem tudok, és most pokerezni. Hárman vagyunk. Ezt akartam mondani. Ezt akartam mondani. Ja. Ultizni tudsz? Nem, azt mondtam neki, Gyuri, tanítsál meg, azt mondta, az gyerekkorban kell kezdeni. Klárika, erre már később van. Frankon mondtad, hogy öreg asszony. A nagy Bubnó, az két dolgot hagyott rám, nem mint hogyha ugye, még nem hagyna rám továbbra is dolgokat, de két dolgot hagyott rám, és a másik az ultizás. Tényleg? Igen. De ez egy jó dolog. Jó, azt mondjuk emlékszem, hogy az, tehát hogy ez kimondottan így működött, hogy a Balatonnál volt egy ilyen kis, azt nem mondom, hogy nyaralunk, mert egy parasztház volt, és az van, hogy apám az Szikszó mellettről szállt, tehát Miskolc közelében van ez a Szikszó nevezetű kisváros. Ő ott született, de egy amelletti kis faluban nőtt föl, mert az én nagyapám, ő görögkatolikus lelkész volt abban a faluban. És ugye, amikor az én nagyapám 87-ben meghalt, akkor ugye a parókia az a következő papra szállt, tehát nekik onnan menniük kellett. Most ugye ő is vidéken nőtt föl, az összes testvére vidéken nőtt föl, én is még ugye 87-ig ott voltam, amikor csak tudtunk. 87-ben apát még nem volt a rádiónál. Dehogy nem. De nem ott laktunk. De amennyit tudtunk, azért, annyit ott voltunk. Én úgy emlékszem, hogy a 70-es évek végétől volt. Hát persze, hát figyelj, 57-es, tehát mondjuk ilyen, nem tudom, 18-19 éves korában azért már fönn volt. Igen. Pesten, a Zeneakadémián. Most mondom, hogy a 70-es évek végétől emlékszem. Azért ezt mondom, hogy az... Mint szerkesztőre, könnyű zenei szerkesztőre. De aranyos volt, és jó volt velünk nagyon. Na. Szóval... Szerettük. Klári, sajnos a mikrofon. Igen. Ide tolom rá. Ja, jó. Mert ez egy ilyen lábakaros. Csináljuk. Na, csináljuk. Jó, akkor, de akkor tényleg akkor ebből lendülünk neki. Na, hogy, amiből akarsz. Hogy hoztátok nekem ezt a felvételt, ezt a Guno Ave Maria felvételt. Jó. És akkor, Gyuri azzal kezdte, hogy, hát én nem akarok erről beszélni, mert hogy ez olyan furán hat, de miért a teszedből hat furán, és akkor Klári azt mondta, hogy elmondjam az igazi sztorit. Na, innen kötünk be. Jó, de még egy kérdés, mikor megy adásba, hogy karácsony előtt vagy után? December 30-án, karácsony után vagyunk, de ezt elmondjuk a hallgatóknak is, hogy december 18-án vettük fel ezt a műsort. Ja jó, tudják, akkor ez nem titok. Ez nem probléma. Nem tartunk ilyen jellegű titkokat, mert ugye a Klubrádió az a transzparenciáról szól, és emiatt ez. Én hallgató vagyok, úgyhogy tudom, hogy a Klubrádió. Na, szóval, hogy mi az igazi sztori? Erre vagyok kíváncsi. Mondd, Klári. Az igazi sztori az, hogy egyik évben, nem olyan régen, nem tudom pontosan, hogy melyik évben közeledett a karácsony, és gondoltuk, hogy valami szép karácsonyi dolgot kellene csinálni. És a Gyuri azt mondja, hogy Klárika, tudod mit? A Guno Ave Mariáját meg kéne csinálni. Jó. Elkezdtük keresgélni, megnéztük a hangnemet, stb. És lehet, hogy ez kifelé nem tükröződik, de hát a Gyuri nincs elájulva magától, és azt kérdezte tőlem, hogy hát Klárika, ezt én el fogom tudni énekelni? Mondom, milyen hülye kérdés. Tudnélik, amikor hát miért ne tudnád? Amikor már elhatároztam, akkor már eredeti hangnemben akartam már csak énekelni. Csak is abba szabad, persze. Na most, aki zenész, az megérti, amit most fogok mondani, ez nem könnyű zenei énekesnek való hang, nem, mert ezt a legkomolyabb opera énekeseknek is fel kell készülni ennek az eléneklésére. Na, de te nem vagy egyikötök sem igazi, hogy hívják ezt, tehát ez a tipikus könnyű zenei énekes. Nem, azért mondom, amikor én például sláger énekes vagyok, ez semmi nincs. Hát ebbe. Is, talán az is a jó. Nem. De ez nem a, igen, persze, oké, de ez nem egy, tehát hogy valójában ilyen hang ugye nincs. Tehát, hogy nincs ilyen, hogy sláger énekes hang, meg mit tudom én, milyen énekes hang, jazz énekes hang, mit tudom én. Azért valamivel énekes van. Van. Például, tessék, veszünk össze egy percet. Jó, nem veszünk össze, csak ha már egy kicsit beszélgetünk a mi szakmánkról, én például jazz nem tudok jól énekelni, meg tudom csinálni, de nem jól. Én viszont piszkosul szeretem. A Klárika, igen, ugyanakkor szvítet, meg slágert,
azt jól tudok. Tehát azért minden hang valami szakosodik, valamiféle. Tehát csak mondok neked egy morgós hangot, mondjuk a Preszem Gabitól nehezen tudom elképzelni, hogy egy ilyen az nagy évű... De egy ilyen nagy évű... Behívom nektek a Preszem, hogy énekelje el. És lehet, hogy eltolná. Hát valahogy eltolná. Hát biztos. Olyan tehetséges, hogy ezt is eltolja. De igen, egyébként, de, tehát hogy én inkább azt mondom, hogy van... Tehát, kell, hogy legyen, meg szerintem így a mondjuk a nagyformátumú énekeseknek, aminek egyébként ti is vagytok, van saját énekesi személyisége. És akkor, hogyha hozzányúlsz valamihez, hogyha nem vagy iszonyatosan hülye, és hozzányúlsz valamihez, akkor előbb-utóbb azt tudod a saját képedre formálni, anélkül, hogy csorbát szenvedne a darab, nem? Summa summarumot mondom, mert túl sokat foglalkozunk ezzel. Kevés a személyiség ide hang. Na, ennyi az egész, és én azért gondoltam, hogy karácsony lesz, amikor most beszélgetünk, szeretnék a közönségnek megmutatni valami, amit nem hallott tőlem. És ez a Guno Ave Maria, és eredeti hangnemben. És hogy jutott pont ez az egyeszetekbe? Nem, Klárikának van klasszikus, másik is. Van klasszikus, nekem sok klasszikusom van, ami nem kapott elég publicitást, de az én klasszikus vonzalmam az nagyon-nagyon erős, tehát én csináltam kifejezetten egy úgynevezett világzene CD-t, ami hát nem világzene, hanem a klasszikus, az opera irodalomból igazi gyöngyszemeket csempésztem ide át, és eredeti hangnemben hagytam mindent. Tehát itt van nekem Carmen, van Sámson és Delila Csókária, van Toszkai Mája, Vonósokkal, rádióénekarral. Tehát a gyönyörűen... Akkor Janice Kikiből... Persze más és nagyon nagy affinitásom van a klasszikus zenéhez, de ugyanakkor, tehát ez nem kapott akkor a publicitást, de bizonyos, ugye Lehár Ferenc virjadalát is, amikor már akkor a tombolás és őrület, és már azt mondjuk, hogy valami mást rá kéne dobni, akkor elénekelem ezt a virjadalt, és nem hiszik el, hogy ez én vagyok. Tehát, hogy fölugranak és úgy tapsolnak. És én úgy gondolom, hogy ez egy olyan kuriózum, és egy olyan plusz a mi koncertjeinken, amit más nem tud megcsinálni, mert el kell énekelni. De ugyanakkor nagyon nagy affinitásom van a jazzes világhoz, a swinghez, és hát az igazi nagy szerelmem a latin zene. Tehát a Sergio Mendezek és a társai. Tehát, hogy... Na ez a különbség énekesek közül. Ő ezeket tudja. Én például swinget elég jól énekel. A swinget nagyon jól énekel egy Gyuri. Swinget, de jazzhez nincs érzékem, és a latin világhoz se vagyok elég pattogós. Aha. Hát jó, de figyelj! Azért a latin világban nagyon sok olyan van, ami kimondottan ilyen finom, tehát hogyha megnézed ezeket az ilyen brazil... Van felvétel, amor, 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 tarareti, larareti. Persze. Csak azokat, amit például énekel, Maskenáda, meg ezeket a... Mambót is énekeltem, mambóit. Igen, az mondjuk kimondottan pattogós. Arra nagyon büszke vagyok arra a felvételemre, azt nemrég csináltam meg, és ott kell a közepén improvizálni, ami szerintem nagyon jól sikerült. Szerinted? Szerintem is jól. Hát nem tudom, mi nem hallottam meg. Visszatérve erre a dologra, nekem azért az a véleményem, hogy az énekléshez mindenképpen nagyon-nagyon fontos a stílusérzék, tehát hogy egy másik zenei világhoz nyúlunk, akkor kell, hogy stílusérzék legyen, és megfelelő intelligencia. Tehát kell tudni kezelni a dolgokat. Ez utóbbi ugye önmagában véve nem árt. Az nagyon jó. És igen. Főleg ugye mondjuk az opera énekeseknél azért kell a megfelelő intelligencia, mert nagyon sok énekest hallottam és ismerek. Az olaszoknál azért van ez a nagyfokú intelligencia, mert tudják beosztani, ugye egy opera általában három felvonásból áll.
Most vannak énekesek, az elsőnél úgy kiengedi a hangját, hogy a másodiknál csak ilyen levegő jön, a harmadik felvonásnál már hörgések jönnek. Az olaszok ilyen recitálva, beszélve kezdik az éneklést. Hát jó, van olyan opera, mondjuk, jaj, de ahol a Radames románca rögtön az elején van, ott nem lehet mellé dumálni. Ez olyan, mint a futás, hogy a végén a cél előtt. Igen. Tehát erre mondta a Klárika az intelligenciát, tehát tényleg nagyon hát, mert nem csak erre, hát azért megformálni egy szerepet, vagy ki hogy közelít hozzá, hát az nyúl hozzá. Kellő zenei alázat mindenképpen kell, mert az, hogy oda megyek, és hát nekem ez semmi, nem, ja, minden hát valami. A legegyszerűbb kis dallal is kell tudni, mit kezdeni. De hát az már tehetségkérdés, hogy az ember hogy formál meg egy bizonyos alakot. Hát egy bizonyos ideig, nem? Tehát, hogy úgy van, a tehetség az tart idáig, és igen, akkor aztán ami már nem tehetség. Kérdése, csak mondok egy szélsőséget, a legnagyobb magyar tragikát, ez csak monda. Tőkés Annának hívták, legnagyobb színésznők egyike volt, és egyáltalán nem olvasott például arról a történelmi figuráról, akit tökéletesen alakított. Oké. Nem is erre gondolok, tehát, hogy a tehetség önmagában attól függetlenül, hogyha az nem párosul szorgalommal, gyakorlással hát, és alázattal, ahogy a Klárika mondja, igen, szerintem, akkor az kevés. Tehát, hogy akkor igen, átjön egy, akkor egy bunkó személyiség jön át, vagy igen, nem tudom, hogy mondjam, nem? Igen, nem feltétlen az, hanem inkább akkor az lefelé tendál. Hát előbb-utóbb elvész. Ugyanakkor ő egy igazi tehetség az állandóan fölfelé tendál, mert különböző lépcsőfokokon a tapasztalat, tanulás, gyakorlás. Igen, és amikor vannak ezek a tehetségkutató versenyek, akkor lemerevek a székbe, amikor ezt hallom, hogy hát te már kész vagy, aha, ezt mondja egy zsűri, mikor vagyunk kész? Állandóan tanulnunk kell, figyelnünk kell, fejlődnünk kell. Ez egy olyan rossz ötlet egy pályakezdőnek ilyet mondani, hogy te már kész vagy. Arról nem is beszélünk, hogy amiről most beszélünk, ugye a komoly zenéről, és főleg az operáról, ugye ez a központi témánk. De ott kell egy olyan automatika az énekesnél, hogy az ne látszódjon, hogy megcsinálja azt a hangot, hanem úgy, mint aki jönne belőle. De ezt nem lehet csak tanulással, hatalmas tanulással, a levegővételnek a tudásával, a hang pozicionálásával, tehát hogy hova tedd a hangodat. Hát Gyuri, ezt úgy tehát hívunk összefoglaló szakmai tudás szükséges hozzá, tehát a légzés technikától kezdve. Tehát azért mondtam, kezdve, hogy kevés a tehetség. Ezt meg igen, kell tanulni. Gondolom, ti is voltatok vele, most pont ez jutott eszembe, ugye ez a beosztással élés, meg mit tudom, de ti is voltatok vele nyilván úgy, hogy egymás után iszonyú sok koncert. És ugye az pontosan ugyanilyen igénybevevő, amikor az van, hogy most föllépek, mit tudom, ma fellépek Siófokon, meg itt, akkor másnap föllépek. Ma fellépek Siófokon, és utána Balatonfüreden, nem? Igen, még aznap, így értettem. Vagy ma fellépek Siófokon, és utána egy 2 órával Győrbe. Ja. De még utazni. Tehát, hogy amiről aztán beszéltünk, az pontosan most ebben van alátámasztva. Most hagyj legyek egy kicsit a saját magam hírnöke. Légy szíves. 62. éve énekelek, és a hangom bizonyos regiszterekben még szebb, mint volt. Nem azt mondom, érted, hogy a felső regiszterekben olyan, mint volt, mert hogy lehet egy 80 éves futballista nem ugyanolyan, mint egy 25 éves. Nem? Tehát nem is ezt várják el, hogy gondolom. De az, hogy ez megmaradt így, az a tanulás és az, hogy jó pozícióban van mindig a hangom. Plusz az én hangom ugye még terhelve van egy állandó póker közvetítéssel 17 év óta. És a beszédhang, amit mond a Klárika, hát jobban igénybe veszi
a hangszálakat, mint az éneklés. Te ezt nektek mondták bármikor, amikor ilyen beszédes ügyekben voltatok benne, hogy próbáljátok meg a hangotok felett beszélni? És ha igen, akkor ez nektek megy? Hogy fölé beszélni? Igen. Na mire gondolsz erre? Pontosan. Hát nem, hát mert ezt szokták mondani. Nem, hát tanár. Ha valakinek a beszédhangja nagyon hátul van, és mondjuk egy riporter, vagy bemondó vagyok, amikor őket tanítják, hogy hogyan hozzák, hogy képezzék a hangot, hogy előrébb. Ezek az erős pofacsontok lehet, hogy fotón nem mutatnak olyan jól, de az éneklésben vagy a beszédben nagyon sokat ezek az üregek, mint a kis hangfalai. Hát tudod, azt szokták mondani, hogy fotón az óriás has sem mutat jól, de azért kell egy szekrény, hogy hívják az orgonához. Igen, de... Ez már megdőlt tétel, hogy a opera énekesnek kövérnek kell. És most az opera énekesnek milyen csinos végén. Azt én értettem, amit mondtál a szekrényt. Tudod, milyen... Például most csak férfira már nőkben rengeteg csinos, gyönyörű, vékony, de például nézd meg, Juan Diego Flores. Hát csontvékony pali, vagy a Jonas igen, Kaufmann. Igen. A Vargasnál mondjuk ott van, az, ott a láda. De viszont milyen hangja. De, tehát, hogy... Na igen, bocs, nem akartak félbeszakítani, nem, csak ez tehát, nyugodtan. Hogy ahogy mondtad ezt, hogy a hangképzés, a beszéd hangképzése és az ének hangképzése, hát szerintem szinte ugyanaz a módszer. De nagyon fontos tudni. E hírolvasókat is szoktam hallani, hogy közben lereked, elmegy a hangja. De a legnagyobb baj az, amikor az énekesek 3 perc éneklés után teljesen tönkre mennek, a hangszál ugye hát feladja, és azt mondja, hogy ennyi volt. Ez megint csak az, hogy nem tudja kezelni a nem tudja ezt a szakmát. Nehéz. Hogy milyen nehéz. Csak mondok egy példát, és igazából az egyik meghatározója volt, hogy én nem lettem operaénekes. Egyszer fölkértek a Erkel színházba, szovjet operett est volt, és a Miljukin operett volt, és azt kellett énekelni, tajgám, tajgám, te szép az, tajgám, tajgám, te szép az, és az operáz és az operett színház egyesített kórusa kísért. És megszólaltak, és én úgy éreztem magam, mint aki a földbe belevágtam, semmit nem hallottam magamból, úristen, közönség mit hallhat ebből? Nem sokat hallott. Nem. Pedig rendesek voltak, mert azért egy ilyen kórus valakit nem szeret, rányom hangerővel, az azt hiszem megsemmisül. Igen, ezt én is azt hiszem, hogy ez így van. Én is megvoltam semmisülve, holott segítettek, és oda jut hozzám. Utána a karnagy, az operett színháznak volt a karnagy, a Bródi Tamás, aki nagyon híres karnagy. Fiam! Amit maga csinált eddig, az egy körbezárt nulla. Na, az igen. Ebből a pillanattól fogva tudtam, hogy már nem leszek a de ez körbezárt igen. Hát, igen, hát hogy még egy kicsit, hogyha szakmázunk, akkor amikor a Gyurival összekerültünk, valahogy úgy alakult, hogy véletlenül egy hangképző tanárnőhöz jártunk. Véletlenül. Megvan a vicc, nem? De tényleg, persze. Én már oda jártam. Mondja, nem tudja, hol van véletlenül a Dohány utcai zsinag. És aztán, mikor összekerültünk, ugye ezt kitárgyaltuk, hogy igen, hát az Évikinél te mit tanultál, én mit tanultam. Vágyi Évának hívták, az Operett Színháznak volt az ének tanárnője. És igen, és akkor a Gyuri mindig azt mondta, hogy hú, Klárika, te neked milyen jó, működik a rekkeszed, és az a tudod, hogyha ezzel itt meglököd, vagy meg, így, ez már nincs leveged, és akkor megy oda. Igen. És akkor mindig próbálgattuk, és emléksz, és akkor annyira boldog voltam, mert egyszer azt mondta, hogy úristen, most valamire rájöttem általad. Mm. És ő már akkor 24 éve óriási sztár volt. És igen, de hát én nem fordítom. Én klasszikus énekléssel kezdtem. Szóval de én nem voltam eléggé, hogy hívják, szorgalmas. Nem fordítottam. Kár, elég, ha hamarabb találkozunk ő belőle, nem fordítottam biztos, elég időt arra, hogy
ezt az automatikát, amiről beszélek, hogy azt megtanuljam. Mert azt levegő vétellel lehetett megtanulni. És nagyon szép hangom volt, mindent ki tudtam énekelni, de forszíroztam. És mire megtanultam a levegővételt, amikor már idős lettem, ahhoz de, hogy így, Gyuri, hát azért hallatszanak, nekem van egy kedvenc felvételem tőled, a West Side Story Mariáját, én még nem hallottam ilyen szépen, komolyan mondom, hogy a könnyem kicsordul. Pedig az egy nagyon fiatalkori felvétele. Igen, de arra beszélek, mondtam, hogy nem voltam elég szorgalmas ahhoz, hogy megtanuljam. De azért, amit kellett, megcsináltad. Én mind a mai napig iskál, megmutassam, hogy iskálázom. Na, mutasd meg. De nagyon hangos. Jó, hát akkor ne direktbe bele tud. És akkor ezt még folytatom, és akkor Gyurika szólja, Klárika, jó? Klárika, kijött a fülzsíra, De ez már reggel, tehát ez már reggel így szól. De, tehát visszatérve, hogy mindennek az alfája és a bétája az, hogy a levegőt oda tegyük, ahová kell. Ezt láttátok, nem tudom, volt most egy ilyen aranyos kis videó a Facebookon ment körbe, meg gondolom máshol is, hogy a különböző ének, különböző hangfajok, igen, azok hogy skáláznak be a koncert előtt, és akkor ilyen, mit tudom én, bejön az, jól láthatóan a szoprán énekesnő, ilyen atom nagy diva, hogy hívják, ez óriási, hogy hívják, ilyen elképesztő koratúrákat is, minden, mit tudom én, utána bejön az altos, próbálgatja mélységét, magasságát, minden, kitolja a magas hangot is erőből, a tenor, hát a hatalmas, hogy hívják, óriási ambitusú skálával, és bejön a basszus, beranéz a tükörbe, és megy. Hát ez nagyon is, bocsánat, de én ismerek, én hallottam sokszor skálázni valakit, akit nagyon sokan szeretnek és jó szívvel emlékeznek rá, én is, és ez a Cserháti Zsuzsa volt. És a Zsuzsa az öltözőben, gyerekek, nincs egy kis jég, skáláznom kell, jeges! Na jó, hát ez egy másik szakma. Még hallgatni is, mondom, Jézus, én ebben a ráspolja, amikor húzzák a hangszalagot. Na jó, hát sokféle skálázási. Ha jó, attól még a hangszalagot az ugyanott van, tehát hogy oké, okay, hogy... Igen, de hát van a könnyű zenének egy olyan műfeje, ahol ez a... Hogy hívják ezt így több... Ezt a hangfajt. Viszkis, nem tudom. Nem. Rocker. Igen, de hát ahol kimondottam, a Charlie, ez jó. A Charlie, hát a Horváth Charlie. De figyeljetek, hogyha ez tényleg erőltetésből csinálná, akár a Charlie is, vagy akár a Charlie is, a Charlie olyan magasságokat énekel ki ebből a hanggal, hogy ő így született. Az ő egyáltalán nem erőlteti. Igen, ő is olyan, mint az egyik barátom mondta azt nekem. A Ross Stewart. Hogy a egyébként igen, de most nem rá gondoltam, az egyik barátom azt mondta, hogy tudjátok, nekem a Sting olyan, hogy én azt hiszem, hogy mindegyik hang, amit kiénekel, az lesz az utolsó neki. Ja. És egyébként tényleg olyan, tehát hogy már az F-jei is olyanok, igen, tök mindegy, tehát hogy középmagas hangjai is olyanok, mint hogyha az már messze a teteje lenne a skálájának, és közben még nincs vége. Tehát hogy így gyakorlatilag bármilyen magas hangot ki tud énekelni, ugyanolyan szenvedéssel. Igen. Az jó. De nem, igen, jó mondod, de ez a hangfajtai... Az igazán nagy énekeseknél ez természetesen jön, tehát ilyen Rod Stewart. Maria Callas. Ő az én kedvencem. De most ez hogy kerül ide? Operáról kezdtünk beszélgetni. Jó, de hát a rekettes hangfaj. De hát ő nem volt rekettes. Hát ez persze, hogy nem. Ez maga volt a csoda. Igen, hát tulajdonképpen akármilyen műfajról beszélgetünk, hát hang kell hozzá. Jó, hát az nem szóval árt, igen. Nem árt. Én mindig, vannak álmaim, nem azt mondom, I have a dream, de nem. Tényleg vannak álmaim, amit tudom, hogy nem természetes, hogy emberek 81 éves korában legyenek de az álmaim. Nagyon jó, ha van. De azért jó, egy ilyenbe benne lennék egy ilyen televíziós egyórásba, akár egy partnerrel, valakivel. Még mindig éneklésről beszélünk. Igen, éneklésről beszélünk. Nem tudom, hova akarsz kiukadni. Nem. Mondjad. Új partner, kész. Nem. Azt én csináltam ideig. Nem, jól csinálsz szakmai mindent. Szakmai partnerre gondoltál, Júli? Nem.
De hát nézze, nem hagyd be. Na, mondjad. Hagyd lassan be. Mondod. Nem mondom lassan. Akivel lehetne ilyen csodákról beszélni, bemutatni, mik vannak, mik voltak a világban. Hát igen. Hiány. És ez most egy kicsit komoly zenei lenne. Tehát ez olyan hiány, annyira hiány, hogy sajnos nagyon kevés emberrel lehet érdembe beszélni ilyenről. Ez így van. Mert nem tudják, mert hogy, nem miről tudja, hogy miről beszélsz. Mindenki a Pavarottit isteníti, és az én kedvenc tenoristám a Franco Corelli, aki úgy énekelte, hogy senki, és úgy is igen, nézett. De emellett van még számtalan, akit én nekem fáj, én szeretem nagyon a fiatalságot, és amit én tudok nekik adni, az sok mindent, tehát az állandóságot, a tiszteletet, stb. És azt sajnálom, hogy ezt nem tudom nekik nyújtani, hogy megismerjék a múltunkat, vagy a jelenünket, az igazán nagyokat. Igen. És ebben legyen egy kicsit az értékítéletük, egy kicsit megváltoztatva. Vagy igen, vagy szélesebb spektrumban tudnak gondolkodni. Gondolkodni. De Gyuri, ez a festészetben is ugyanilyen nagy hiány és probléma. Na jó, tehát arról is csinálják. Amerikai baseball játékot. Hát egy van dolgot, nem tudom ezért bemutatni, hogy énekeljen. De mint művészeti ágat. Persze. Más. De nekem ez a szakmám. De mondom, egy ilyenbe benne lennék. Na akkor ezt csináljuk. Te megcsináltál? Megcsináljuk. De egy színészekkel párhuzam. Tehát kimondok valamit, kimondok egy színész nevet, és 100 emberből 99 azt sem tudja, hogy mit befögök. Mm-hmm. Igen, így jártunk egy öltözőbe, és megkérdeztem, hogy ne haragudj, a főiskolán nem volt. Pedig csak azt mondta, hogy Pécsi Sándor. És már a fiatal művésznek és mondta, már nem ki volt a Pécsi Sándor. És... Hát, ha még elébb mennék. Jó, hát figyelj, ez... Jó, hát igen. Szóval ez egy másik műsor. Na jó. Nem, ez valami, tehát ez most ez, nem is tudom már kivel, de erről pont dumáltunk nem annyira régen, hogy ez így van. Tehát, hogy így azzal, hogy minden információ nagyon gyorsan hozzáférhető, igen. Tehát gyakorlatilag én most a telefont előveszem, bármi kérdés fölmerül, kigooglizom gyorsan, hogyha éppen van. Van de ahhoz, hogy érdekeljen, ahhoz fel kell tenni a figyelmedet, hogy te a Google-i megnézd, mondjuk, hogy ki a Franco Corelli, vagy a Giuseppe Di Stefano. Most mindegy, hogy mit mondom, ahhoz fel kell kelteni, hogy ez bizony nem egy foci játékos, hanem egy énekes volt. Igen, nem csak én azt mondom, hogy igen, tehát hogy ez így van, de hogy ráadásul azzal, hogy minden ilyen iszonyú gyorsan hozzáférhető, ezért az arra való érdeklődés, hogy információkat szerez ettől függetlenül, az kicsit úgy elsekélyesedik. Tehát, hogy az embereknek nem annyira van kedvük utána nézni maguktól dolgoknak, hogyha az nem kerül elő. Ha nem tereled rá a figyelmüket, akkor soha nem fog. Úgyhogy azért mondom, hogy én nem adtam föl. Nagyon helyes, ez nem is szabad. Meg egyébként, tehát ez volt, ahogy az előbb mondtad, hogy ez egy ilyen fura beidegződés különben, hogy 81 éves embernek már ne legyenek tervei, meg álmai. Ez biztos, hogy hülyeség. Miért mondasz? Annyira kellemetlen, az egyik barátom, egy horvát barátommal beszélgettünk itt pár évvel ezelőtt, amikor náluk voltunk Riekában, aki, hát mit mondjuk nektek, egy 5-6 évvel lett idősebb, mint én. Tehát nem egy öreg ember. Hát nem. Tehát mit tudom, 40-es évei közepén jár. Igen. És akkor ő beszélgettünk arról, hogy én miket akarok, meg hogyan, meg mit tudom én, és akkor mondtam, hogy hát idővel le akarom majd rakni a pilóta jogsit, meg mit tudom, és akkor így néz, így hallgat, és azt mondja, hogy de jó, hogy neked vannak még ilyen terveid. Hoppá. Vannak még ilyen terveim, 38 évesen, de miről beszélgettünk? Ez egy rossz hozzáállás, nem? Ettől a tehát fiatal még embertől. Nem is vagy a teljesítő képességednek terjében. Még ezután jönnek a csodák. Még most egy fejlődési fokban. Így van. Vagyis aztán 50 lesz az igazi. De én nőlétemre azt mondom, hogy 50 évesnek lenni fantasztikus volt. Ha most lehetne, és akkor mindenki zokog, hogy jaj, 50 éves vagyok. Ha én még egyszer 50 éves lehetnék, akkor is megforgattam körülöttünk a világot, és most is megforgatnám. Tehát, hogy ez egy nagyon... Várjál, én mennyi volt? Jó.
Rendben. De hogy nem szoktam titkolni a koromat, biztos írok. Nem, csak arra gondoltam, hogy én mennyi voltam, hogy, és akkor... Hogy igenis, a tervek tartják az embert sokáig fiatalon, meg azok a fantasztikus pillanatok, amiket mi reggel szoktunk csinálni, éjjel szoktunk csinálni, tudod, operát hallgatunk. Tudod, elmegyünk honnan, teljesen a világ zajtól. Honnan gondolom, hogy tényleg nem öregettem meg? Onnan, hogy nem szégyellek a fiataloktól tanulni. Hmm. Tehát nem mondom azt, hogy bezzeg, mikor én voltam, akkor én... Nem. Meghallgatom, és azt mondom, hú, de jó ez. Ez jó. Igen, lenne átültetni saját magamnak is. Igen. És ebből látom, hogy igenis még fejlődni akarok. Szeretnék. De én egy nem azt mondom, hogy 100 méteres síkfutásba, de azért én egy nagyon nagy örömet és egy nagyon nagy lehetőséget kínáltam fel a Gyurinak, amikor 5 évvel ezelőtt vettem egy ilyen masinát, mint amit most itt előttem láttok, ugyanekkorát a legnagyobb tabletet, és tényleg, mint egy gyerek, viszi magával, és akkor kikeresi a kedvenc operaénekeseit, akármelyik műfajból keres, a focikat, minden, és neki kialakult ami az ő igénye, az innen teljesíti. Hát és ez egy nagyon nagy dolog, Gyuri, mert sajnos a televíziókban nagyon-nagyon kevés a klasszikus műsor, és néha a klasszik csatorna jön nekünk, sajnos más nem, vagy néha a Rai Unón jön egy-egy opera est, ami mennybe menetel, mert hát ugye az a kiállítás, ami Milánóban van, az majdnem verhetetlen, de hogy egy olyan világot kapott meg ezzel a cuccal, aminek én nagyon örülök, mert kinyílt előtte a világ. Most, hogy hány éves, meg mondják, hogy jaj, nekem már nem kell, de kell. Milyen érdekes, most így, ahogy beszélgetünk, jutnak eszembe dolgok, hogy az affinitás, ugye a komoly zenéhez. A 7. kerületben laktam, ahol a Nagymező utcában volt a Tinódi mozi. És a barátommal, osztálytársammal, ilyen 10 valamilyen, a Trubadur című operafilmet 30-szor néztük meg. Hogy milyen érdekes ez, miért? Egy ilyen gyereket inkább, nem tudom milyen filmek volt, Stan és Pam, vagy mit tudom én, mik voltak. Nem tudom. Meg a második világháborúról voltak ezek a szovjet filmek, meg ez lőtte le, Matrozov odavetette magát a tüzelőállás elé. Mm. És mi a Trubadurt néztük. Hát igen, azért egy gyerekre ez... Tehát valami jelzés, ilyen, érted, amire az ember nem figyel föl igazán, csak így jutott most eszembe, amikor tényleg tudom, hogy mennyire szeretem, hogy ez egy ilyen előjel volt. És ezzel egyébként behoztátok a dekadens nyugatnak az összes romlását a lelketekbe. Tíz évesen, aki a dekadens nyugatra gondol, az megérdemli. Hát ugye én egy kicsit későbbi generáció vagyok, de én hajlamos voltam állandóan külföldi csatornákat keresni a rádión, és hát persze, hogy a londoni zenés csatornákat, a Szabad Európát, hát mit lehetett akkor hallgatni őszintén? És akkora voltam, és rossz volt a rádió, és fakanállal belenyúltam, mert azzal tudtam tovább tekerni a csatornákat. De annyira hiánycikk volt a zene akkor itthon, hogy az ember bármit megtett volna azért, hogy valami szépet hallgasson. Most ugye ennek gyakorlatilag az ellenkezője van. Tehát, hogy most nem tudsz annyi csatornát. Igen. De ez nagyon jó. Választhatsz. Klasszikus csatorna kevés van, sajnos. Hát, és így aztán mondjuk azoknak, akik klasszikus csatornát, jó, mondjuk egyébként ez egy, hát én azt is gondolom egy kicsit, hogy a klasszikus csatorna, mint olyan, az lehet, hogy fából vaskarika, mert ki az, aki 0-24-ben klasszikus zenét akar hallgatni? De, igen, de ez igen, nem kötelező. De...
Ez nem kötelező. Nálunk is a zenehallgatás az nem kötelezően csak valami, hanem azt mondom, most Klárikám, így elalvás előtt ilyen lunch zenét. Smooth jazz. Kaffé, reggel fölkelek, azt az nyomás valami keményet. Induljon a nap. Igen, megvannak a csatornáim, ahol az altató zenét előkeresem, az ébresztő zenét. Ébresztő mindig kell, hogy zene legyen. Csak szóljon mindig a zene. De igen, mindig szól, és a Csaba, akivel együtt dolgozunk, ő egy hangmérnök, és hát ugye egy fiatal, 80-ban született, amikor mi megismerkedtünk. És a kocsimmal csinált valamit, elvitte a szervizbe, vagy nem tudom mi, és azt mondja, hogy te, én nem tudom, hogy milyen csatornára volt állítva az autóba, te valami nagyon szép vonós, valami nagyon szép klasszikus zene szólt, és rájöttem, hogy ez milyen megnyugtató. Hát mondom, Csabi, 39 éves vagy, és most jössz rá, te, aki velünk utazol, nem, hát sokszor együtt lakunk. De ez hogy, is arra hogy baj az. Az ő fülének is jól esett. Nem, te arra baj az, hogy néha nem jó. Minden hangulatban igen, jó minden zene. Tehát én például ideges vagyok, valami fölbosszantott is, valaki elkezdeni ilyen durva rappet ott játszani, nekem biztos, hogy felugrál. Mondjuk repet, ha nekem valaki játszik, azt de én kikérem magamnak, de nem. Én azt nem szoktam. Én meghallgatom. Én meghallgatom. Például, nekem az nem zene. Ezt kimondottan kedvelem, amikor egy bizonyos fajta zenével van keverve a rep, tehát hogy egy kicsit föloldja a dallamos zene. Igen. Jó. De az a helyzet, hogy, tehát, hogy az szerintem nem lehet hogy mondjam, a szényeg alá söpörni, hogy gyakorlatilag a hip-hop műfajok és a különböző ilyen rap jellegű zenék, azok most jelenleg a kortárs irodalomnak az egyik legfelkapottabb műfaja. Tehát, hogy az szerintem, hogy hívják, megkerülhetetlen, mint olyan. Uh-huh. Az megint egy másik kérdés, tehát, hogy azért én is egy csomó mindent nem szeretem. Bizonyos fajta hip-hopot, azt én sem nagyon hallgatok, de ugyanakkor viszont én nem különösebben kedvelem például Anton Webernek a zenéjét sem. Tehát, hogy így sok... Van ilyen, de nem mindegy az, hogy milyen zenével kerülsz szembe, amitől valamit megkedvelsz. Volt már olyan komoly zenei dalag, hogy de most teljesen nem akarom mondani a neveket, de a televízióban néztem, jaj. És a Klári csak arra jött, hogy a papucsomat hozzávágtam a televízióhoz. Kortárs zene. Egy ilyen kortárs zene volt, így azt mondta, hogy nyitott füllel, nyitott szívvel kell hallgatni, hallgass meg. Ah, mondom, kinyitom a szívem, kinyitom a fülem. De én is odaültem, mert volt egy gyerekkori ismerősöm volt az opera énekes, a Takács Tamara. Nem, ez most mindegy. Igen. Most miért mondod? Hát ez történt. Az ember elvállalkozott. Most ezt eljátszuk, tudsz dobolni? Jött a timpani. Három percig. Karmester beint. Beint. Megint. Megint. Oh. De, mondom, ezt még egyszer csinálja. Isten bizony, a cipőben belevágom a televízióba. Csinálta. Repült a cipő. Nem szégyelte. Tehát azért mondom, hogy nem mindegy, hogy kortárs hallgatja az ember. Ezért egy kicsit kortárs muzsikát olyan... nem tudom, távolságtartása. De visszatér például egy operára. A 65-ben Szovjetunióba léptem föl, és elvittek a Bolsojba, ahol a Muszorszki Boris Godunov volt, igen, és Nyeszterenko volt, egy nagy művész volt. Az akkor nagyon nagy művész. Igen, tudom. De hát különböző szereplők még voltak, ugye én először láttam ezt az operát, stb. És van az álherceg, a Grigori, az egy tenorista, aki el akarja a trónt foglalni, bejött egy ilyen lovon, és
az árjáját, amelyik egy B-vel fejeződik be, a lovon kezdte el. És éreztem, hogy zűr lesz, mert a ló az rángatozott. Kicsit táncolt. Csinálta a dolgát közben, mondom, ebből mi lesz? A szerencsétlen Manus meg ezt a B-t kiénekelt, a ló ugrott egyet, és a paliból egy ilyen halálhörgés jött ki. De hát, és most jön a intelligencia, mert ugye a zenekar egy B harmóniával fejezi be, tehát hogyha elhallgatott volna, olyan különösebb baj nem történt volna, de hát egy szovjet ember volt, az ezt nem hagyhatom. Elkezdte forszírozni, ettől, mint amikor a disznót levágják, körülbelül olyan hangon. Na most ettől a pillanattól kezdve az összes szereplő bakizott, a térdeplő koldustól kezdve az atya úristenig. Na most egy valaki először hallja ezt, akkor nem biztos, hogy opera barát lesz. Tehát, hát olyan dolgok történnek, néha az ember a színpadon, azt sose felejtem el, hogy van egy ilyen középkori misztérium játék, egy Szent Miklós játék, Szent Miklós és a meglopott zsidó kereskedőnek a sztoria. Hát ez ugye mondjuk, hogy a legkésőbb az 1300-as években keletkezett, és gyakorlatilag ez egy gregorián opera, hogyha úgy vesszük. Tehát ugye egy ilyen nagyon rövid történet, mint tudom, 20 perc az egész. És ugye végig egy szólamú, az összes szereplő az ugye külön egy szólamban énekel, nincs kíséret, stb. És igazából a sztori maga az lényegtelen is, az a sztorinak a lényege, hogy, vagyis az az egésznek az én jelen esetben, az én történetemnek a lényege, hogy ezt mi sokat énekeltük magyarul. Majd pedig elvittük Bergamóba, Olaszországba. És valaki kitalálta, hogy ott menjen eredeti latin nyelven. Most ez azért jó, mert az olaszok, azok ugye latinul sem tudnak. Tehát, hogy most nekik nem, az, hogy... Nem, hogy azt mondta, hogy olaszul sem tudnak. Olaszul még csak. Magyarul sem latinul. De hogy a magyar, az valószínűleg pont van. Ugyanannyira lett volna nekik érthető, mint a latin. Ez így van. Pláne a... Mindegy. És akkor mindegy, tanuljuk be latinul ezt a... És akkor tudod, az van, hogy ilyen nagyon hosszú szövegek, és hát így... Nekem általában jól megy a szöveg, de ez a gregoriánkhoz egyébként magyarul adtátok elő? Igen. Tehát régebben, Magyarországon igen, tehát volt ennek egy magyar fordítása, és akkor... Jó. Na, tehát mindegy, tehát általában mondom, jól szoktak menni a szövegek, meg én nagyon sok latin szöveget tudok fejből már, de ez az Istennek nem akar belemenni a fejembe. Se nekem, se a másik két rablónak. Mi voltunk a három rabló. Mi nekünk van a legtöbb szerepünk az egészben, Szent Miklós leszámítva, de Szent Miklós ő állhatott ott így egy kottával, tehát neki tök mindegy volt, mert ugye ő egy szobor a történetben. Úgyhogy mi voltunk azok, akik a folyamatos izgés-mozgás közepette kellett, hogy énekeljük ezt a latin szöveget, és hát az előadás előtt is végig az volt, hogy ez nem fog menni, gyerekek, ez nem fog menni. Úgyhogy ez egy iskolában volt, az iskolának az aulájában, és az iskola aulájára nyílt a tanárinak az ajta. És a tanáriban volt egy ilyen, tudjátok, ez a fehér írótábla, ez a whiteboard. És akkor gondoltam, hogy hát gyerekek, hát írjuk fel óriás betűkkel, ahogy hívják a táblára, ezért a latin szöveget, és hát a dallamot meg ugye egy szólam, úgyhogy azt kamuzunk, amit akarunk, hogyha gáz van. Neked azt jobban is tudtuk, mert azt már egyszer magyar szöveggel elénekeltük jól. Na, és akkor eljött ugye a nagy pillanat, amikor a rablók ott éppen meghasonlanak önmagukkal, mert Szent Miklós átka lesújt rájuk, és én odakaptam a fejemet, hogy akkor mondom a szöveget, és valamelyik jótét tanár ilyen erő nem becsukta, hanem megfogta a táblát, és elvitte onnan. Hogy ő jobban lássa az előadást az ez ajtóból. Egy és én egy olasz embernek a tekintetével találkoztam itt az ajtóban, és hát nem világlott a szöveg az szemében. Úgyhogy elkezdtem valamit latinul kamuzni, és aztán ránéztem a mellettem levő labróra, hogy te jössz. Új, de kemény dolog. Ezek nagyon kemény dolgok. Tehát azért ma már, hogy is hívják ezt a énekesnőt, Kitty Lang. Igen? Én nagyon szeretem őt. És, na most már áttértünk a könnyű zene. Könnyű zene, de mondjuk ő azért zseniális. Onnan egy olyan képvisel, kevés van belőle, vagy talán nincs is. És például nála vettem észre azt, hogy monitoron megy a szöveg, hogy így fordul, úgy fordul, és oda néz. De még a Cher-nél is láttam, Las Vegasban élő sokat nézünk mindig, hogyha... Azt nem hiszem, hogy amit láttunk vele ott a... Sugógép minden énekesnél ott van.
Gyuri, erre jöttem. Cézár palászban? Igen, igen, igen. Gyuri, jön-e? Hát nem, figyelj, nem ismered az érzést, hogy kikattanunk és egymásra ja, nézzük, dehogy, hogy mi jön? Igen, na, de nem. Nyilván az operánál, hát, de nem tudom, hogy az operában megmaradtak a súgok, mert hallgattunk régi opera felvételeket, élőadások. Nem, egyáltalán súgok már nincsen. De mondja a szöveget előre, hát visítottunk. Mert egy pár színész barátunkkal beszéltünk, és én is kérdeztem, hogy súgok, szóval nincsenek már ilyen. A Vígszínházban még voltak, mikor én ott voltam. De Gyuri, hát az operaházakban is voltak, hát előre mondta a szöveget. Tehát nem emlékszem. A szöveg elfelejtésénél még van egy több borzasztó dolog. Ez pontosan a te barátoddal, Franco Corellivel, akit a te eszmény képet. Képzeld el, ez a csodálatos tenorista, mert volt egy olyan tulajdonsága, hogy meglátott valakit mondjuk a nézőtéren, és egyszerűen nem tudott tovább énekelni. De hát ő egy pszichopata volt igen. tulajdonképpen. És képzeld el, hogy a színfalak mögött beöltözve egy ugyanolyan kvalitású énekről, Metropolitánról beszélek. És állt és nézte, mert nem sokszor fordult elő, de egyszer-kétszer előfordult, hogy a Manu úgy leblokkolt, hogy nem tudta kinyitni a száját. És a zene ugye az meg nem tudja, nem a zene az megy, és abban a pillanatban ez már ott mögötte nyomta. Na, ez egy kínos helyzet. Ez valóban elég kínos. És ezt azért nagyon nehéz úgy eladni, hogy nem történt semmi. Igen, hát ezért nem csinált olyan hatalmas karriert a Metropolitánban. Szerintem hatalmas karriert csinál. Hát óriási karriert csinál, de... Én ezzel együtt azt mondom, hogy... Na mindegy, hát most... Igen, jó. Ne hegyezünk ki már ez egy énekesre, mert olyan énekesek vannak, és voltak a világban, hogy az ember csak hallgatja, és folynak könnyei, hogy ilyen hangokat így lehet. Mm. Tehát például meg szoktam hallgatni egy olyat, hogy először kezdik, hogy a B-k, a legszebb B-k, utána a C-k, és utána a D-k, ami C-n fölül, ugye ott van, és most bocs, hogy ilyenekről. Hogy éneklik ki, és nem falzetton, hanem teljes hangon, komoly hangon. Hát sok zseni élt, és él szerintem. Rengeteg zseni élt, és él, és azért vagyunk boldog, hogy itt van egy ilyen műsor, hogy beszélhetünk róla. Hát én is nagyon boldog vagyok, hogy bejöttetek és beszéltünk róla, sajnos megint lejártak. Képzeljétek el, hogy megint elszaladtam. Hogy hívják. Sajnos jövő szilveszterre is meg kell hívni titeket, és akkor ebből egy ilyen hagyományt teremtünk. Teremtsünk. Köszönöm szépen, hogy bejöttetek. Mi köszönjük, és boldog új évet mindenkinek. Kívánunk mindenkinek. Bújék.